Mikor alakult az együttes, és kik a tagjai az együttesnek? Körülbelül 5 évvel ezelőtt alakultunk, Bányai Laci barátommal először egy gitárdót hoztunk létre, és egy ideig ketten játszottunk, aztán egy ütőssel kiegészültünk, és aztán így szépen gyarapodott a zenekar. Énekes lányok jöttek-mentek, tagok változtak, azért Pap Vera, Szabó Sára volt az első két énekesnőnk, aztán basszusgitáron játszott Dormán Dorián, Iván Jani volt még ütősünk, és aztán Varga Ákos lett a stabil ütős, aki Kunszent Mártonból érkezett és dobtanár. A jelenlegi fölállásban Kis Viki énekel, én basszusgitározom, Bányai Laci játszik minden hangszeren, ami csak létezik, de zongorázik és gitározik. Mint mondtam, Varga Ákos a dobos, és Tóth Nándi a gitáros. Hogyan készültetek a mai napra? Nagyon lelkesen készültünk. Tulajdonképpen olyan 6 kimondott erre a koncertre való próbával, de hát előtte is már ezt a műsort összeraktuk, és tulajdonképpen itt most csak csiszoltunk már rajta. A zenei repertoár milyen műfajból áll? Nagyon színes a repertoárunk, tulajdonképpen igazából sokféle zenei stílus szeretnek a tagok, nem egy az ízlésünk, és igazából aki hoz egy dalt, és nincs nagy ellen véleménye a zenekar részéről, azt általában meghangszereljük, és ugye magunk képére formáljuk. Hát úgy konkrétan Tracy Chapmantől Eric Claptonig, Ray Charles, Creedence, Clearwater, Pink Floyd, Zorán, Rúzsa Magdi, nagyon sokféle dalunk van. A te személyes kedvenced? Hú, hát ez jó kérdés. Hát én blues, rock, alternatív rock, kicsit jazz rock, folk zene, talán ezek, amiket nagyon szeretek. Az eredeti zenét mi alapján változtatjátok meg, hogy a sajátotoknak tekinthessétek? Ez mindig a daltól függ. Van olyan dal, amit szinte egy az egybe úgy játszunk, ahogy az előadó énekelte, meg van, amit teljesen meg kellett változtatnunk, mert az nekünk nem állt jól. Olyan hangszer van benne, ami nincs a zenekarban, és az egy domináns, akkor azt valahogyan helyettesíteni kell. Vagy egyszerűen más gondolunk csak a dalról, és akkor átalakítjuk. Tehát erre így nem tudok egy általános szabályt mondani. Az együttes jövőbeni tervei? Hát erre most nem tudok nyilatkozni pillanatnyilag, mindenkinek sok az elfoglaltsága, de hát szeretnénk folytatni, és minél több szép koncertet adni.